Most arról fogunk beszélgetni, hogy mi van akkor, hogyha szeretnénk a lakásunkat átrendezni vagy berendezni, és vagy nem ismerjük még a saját stílusunkat, vagy pedig bizonytalanok vagyunk. Hogyan tudsz te például ebben Ági segíteni? Én azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek van saját stílusa, csak mindenkinek kell ezért segítség, hogy megtalálja, hogy mi az. Nagyon sok embernél abban látom a problémát, hogy különböző stílusú bútorok tetszenek neki, és nem tudják ezeket összerakni harmóniában. Ebbe tud segíteni egy szakember, egy lakberendező, akár úgy is, hogy megmutatok neki több interiőr, több kollekciót, és ebből egy-egy darabot kiválasztva én tudok abban a segítségére lenni, hogy milyen formákat, színeket használjon és rakjon össze, úgyhogy megfelelő harmóniába kerüljön az otthona. Neked, amikor ide bejön valaki, milyen információra van szükséged? Tudom, mekkora lakás, mekkora ablakok vannak? Nem tudom. Persze, az alapvető méretekre szükség van, illetve egy lakberendező jó pszichológus is, úgyhogy nagyon hamar rá kell érezni a másik ember személyiségére, és ez alapján ötleteket adni neki, hogy mi az, ami az ő személyiséghez leginkább passzol. Van-e olyan, amivel általában találkozol, nem mondom, hogy probléma, de általános jellemző, hogy nem vagyunk elég bevállalósak, vagy nem ismerjük, hogy mivel működik, félünk esetleg olyan dolgokat alkalmazni, amiből most itt jó sokat látunk ebben a térben, tehát az átütő erős kiegészítőket. Igen, több olyat is említettem, hogy probléma szokott lenni. Az első az, hogy nem vagyunk elég bevállalósak. Nagyon sok embernek tetszik ugyan, meglátja, azt mondja, hogy szép, és mégse tudja otthon elképzelni. Ilyenkor érdemes egy kicsit rábeszélni, és elmagyarázni neki, hogy igenis ez jól tud működni az ő otthonában is. Előfordul, hogy abban a hibában esnek, hogy ebből a stílusból is és a többi stílusból is találnak egy-egy olyan darabot, ami tetszik, ezek viszont nem illenek össze, nem passzolnak, úgyhogy ilyenkor is érdemes segítséget kérni, és a lakberendező tud ebbe tanácsot adni, hogy mit mivel érdemes párosítani. Van egyébként olyan, ami biztos, hogy nem működik valamivel, mert egy korábbi másik adásban beszélgettünk arról, hogy mostanában minden mindennel párosítanak, és minden nem működik, de akkor ezek szerint nem. A megfelelő arányokat meg kell találni, és akkor minden tud működni szerintem. Igen, 2017-re készülünk most már, attól függően, hogy ugye még csak október van, mi már tudni fogjuk, hogy mi az, ami jövőre várható. Két fő csoportot tudjuk osztani ezeket. Egyébként lesznek a hideg árnyalatok és a meleg árnyalatok. A meleg árnyalatok közül főleg a terrakotta, narancsszínek fognak dominálni. Ezt látjuk a falon egyébként. Igen. Ezek váltják az eddig nagyon trendi, hűvös, hideg színeket. Érdemes nem csak a falon kísérletezni ezekkel a színekkel, hanem akár bútorokon, kiegészítőkön, kanapékon is megjelenhet ez a szín. Ha igazán trendi szeretnénk lenni, akkor pedig érdemes ezeket a 60-as évekre jellemző aranyszínű kiegészítőkkel kombinálni. Akár az arany, akár a dió, akár egyébként a bársony, az egy ilyen eleganciát sugall. Ez megjelenik 2017-ben, abszolút dominánsan az elegancia? Igen, abszolút most ezt fog dominálni, ez váltja az ilyen skandináv, letisztultabb stílust. Érdemesebb most már részkombinációkat is alkalmazni, akár ugye, mint a narancssárga fal, egy zöld bútor, ami nagyon kontrasztos, de mégis nagyon jól működik egymással. Ezeket érdemes diófa színű kiegészítőkkel kombinálni akár, vagy pedig ilyen meleg, bőrhatású textilekkel, szörmével, bársonnyal. Biztos, hogy otthon sok ember a tévé előtt, aki arra gondol ilyenkor, hogy nagyon szép, nagyon jó, de ha én ezt mondjuk a színt a falamon alkalmazom, akkor vajon mikor lesz sok belőle, vagy meddig lesz ez trendi, nem kell-e jövőre az egészet újra lecserélni? Hogyha az ember ezt saját magának érzi, úgy gondolom, hogy ezt érdemes bevállalni. Nem muszáj ezt feltétlenül a trendeket követve, mondjuk fél évente, évente átfesteni, teljesen lecserélni az összes bútort. Érdemes esetleg a kiegészítőkkel variálni, és a kiegészítőkkel trendivé tenni az otthonunkat.